Ipari épületből a modern táncművészet különleges megjelenésű fellegvára lett. Így néz ki a Nemzeti Táncszínház új épülete. A Millenáris Parkban álló teátrumot Áder János köztársasági elnök avatta fel a Budapest Táncfesztivál nyitógálája keretében. Most új korszak kezdődhet. Áder János köztársasági elnök szerint a 18 éve alapított Nemzeti Táncszínház végre saját múltjához és hivatásához méltó játszóhelyet kapott. Küldetése, hogy folyton fejlődő, inspiráló közeget teremtsen ott, ahol élvonalbeli, nemzetközi hírű magyar tánccsoportok adják egymásnak az öltözőajtók kilincsét. Olyan hely legyen, ahol a kultúrát alkotják, formálják, éltetik. Az elmúlt hónapokban az épület, amely egykor a Ganz művek csarnoka volt, teljesen átalakult. A teátrum többek között egy különleges fogadórészt kapott. Az épület központi részén pedig egy 368 fő befogadására alkalmas, multifunkcionális nagytermet hoztak létre, amelyben egy 16 méterszer 24 méteres színpadot alakítottak ki. Emellett próbatermek, új öltözők, egy kamaraterem és egy hangstúdió is helyet kapott az épületben. A kormány 4,6 milliárd forintot biztosított a fejlesztésre. Akik féltették a Nemzeti Táncszínházat attól, hogy a várból el kell költöznie, és vajon mi lesz vele, lesz egyáltalán helyszíne, azok most azt gondolom, hogy örülhetnek velünk együtt, hiszen egy gyönyörű épületet kapott a Nemzeti Táncszínház, ahol méltó kép lehet a magyar tánc művészetét, a magyar táncot ünnepelni. És persze nem csak a magyar táncot, hiszen itt sorozatban lesznek majd olyan események is, amelyek a nemzetközi táncművészet jeles darabjait, hullámait fogják bemutatni. Úgyhogy azt hiszem, hogy a millenáris újjászületésének egy fontos eseménye ez a mai nap, nem csak a magyar táncművészeté. A Nemzeti Táncszínház igazgatója mérföldkőnek nevezte az új épület átadását. Mától itt lépnek színpadra nagy társulataink, kiforrott alkotásai, és itt kísérletezhetnek az új felnövekvő táncművészek első színpadi produkcióikkal. A Millenáris Park igazgatója úgy fogalmazott, az egykori Ganz gyár területén tökéletes egységet alkot a múlt, a jelen és a jövő, a Millenáris megújítása egyébként több lépcsőben zajlik. Megnyitás óta a Millenáris több mint 1500 rendezvény helyszíne volt. A 2018-as évben 1,8 millió látogatót fogadtunk, 300 ezerrel többet, mint 2017-ben. És biztos vagyok benne, hogy ez a szám a mai naptól tovább nő, és a sikertörténet folytatódik. A Nemzeti Táncszínház átadásával elkezdődött Budapest Táncfesztivál március 2-ig összesen 24 előadással és 9 premierrel várja a közönséget.